Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Vállalkozások és Vásárlók című műsorunkat látják. Csanádi Károly vagyok, a műsor házigazdája. A mai témánk utazás Namíbiába. Köszöntöm a stúdióba Szilasi Illikó Afrika szakértőt, az Utaz Afrikába utazási iroda alapítóját és ügyvezetőjét. Kedves Illikó, köszönöm, hogy elfogadtad a műsor meghívását. Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy újra itt lehetek. Folytatjuk a Fix TV szokásos karácsony előtti turisztikai műsorát. A műsor vendége, ahogy az előbb elhangzott, már Szilasi Illikó. Hát Afrika specialistának neveztelek el a legutóbbi időkben. Tehát ebben a műsorban a namíbiai utazásról beszélgetünk. Hát hol helyezkedik el Afrika térképén ez a Namíbia? Ugye nem nagyon ismert a magyar utazó körében. Délnyugat-Afrikához tartozik lényegében, és egy viszonylag gyéren lakott 2,5 millió összlakosságú országról van szó, amely egyébként egy óriási kiterjedési területen fekszik, és kár, hogy nem ismert még eléggé a magyar utazói körökben, mert én jó magam egyszer 3 hónapot töltöttem el a Windhoek Egyetem vendégkutatójaként, és legutóbb pedig nyáron volt lehetőségem egy hosszabb turisztikai utat tenni Namíbiába, és csak szuperlatívuszokba tudok mesélni az országról. Hát egyébként a sivatag szerelmeseit azokat meg tudja ragadni, mert ugye az ország nagy része a sivatag. Ez így. Ugye? Igen, ez így van, a Namib sivatag elsősorban, és északon van egy kis terület, erről már beszéltünk a múltkori adásban, egy ilyen kicsit zöldebb terület, a Kaprivisev, de ezt leszámítva valóban egy ilyen kietlen sivatagos táj, ami egyébként meglepi az utazót, hogy mennyi minden különlegesség vagy élő dolog és izgalom lehet egy ilyen jellegű tájban is. Egy magyar utazó számára, vagy egy európai utazó számára melyik az az időszak, amelyik igazán alkalmas egy namíbiai kiránduláshoz? Namíbia egész évben látogatható, de a legjobb időszak az az ottani száraz időszaknak nevezett júniustól októberig tartó turisztikai időszak. Akkor a legalkalmasabb mindenféle fakultatív programokra, aktív sportokra, illetve a vadvilág megtekintése szempontjából is, hiszen akkor az itatóknál, például az Etosha Nemzeti Parkban sokkal inkább koncentráltan összejönnek az állatok. És ott tényleg egy olyan, már azt mondom, ilyen paradicsomi képet láthat az utazó, amikor összegyűlnek az állatok az itató körül, tehát általában a safari jeepek is az itatókról itatókra járnak, és ott állnak 15-20 percet, ott töltenek el, közben lehet fotózni, videókamerázni, stb., hogy a zebra, a zsiráf, a 3-4-5 fajta, antilófajta, stb., és akkor, amikor ezeket így megzavarja a ragadozó, mondjuk jönnek inni az oroszlánok, akkor ezek így eltűnnek, elfutnak, aztán utána visszamerészkednek. Hát ugye ehhez a Namib sivatagokhoz kötődik az élő sivatag túra. Mi ez tulajdonképpen? Mi ennek a tartalma? Igen, ez egy ilyen nagyon kreatív turisztikai koncepció. Ugye Afrikában létezik a Big Five, vagy a nagy ötösnek a, hogy mondjam, kifejezése, illetve a mondája, hogy különböző nemzeti parkokban, amikor a nagy ötöst, a nagy olyan öt állatot, amit a legnehezebb elejteni, ezt szokták a nagy ötössel, orszarú, elefánt, oroszlán, leopárd és a kaferbivaj, ez a nagy ötös. És kitalálták a kis ötöst, mégpedig a Namib sivatagban, Szvakopmund környékén, ahol ezek az úgynevezett élő sivatag túrák vannak, mert hogy ne higgyük azt, hogy csak a szavannákon, vagy a füvesbújás, akáciás területeken van élőhely, meg élővilág, hanem bizony is, bizony, megmutatják, hogy a Namib sivatagban is. És ez a kicsi ötös, vagy small five, ebbe a lapátorúgyik, a namaka kaméleon, a táncoló fehér hölgypók, a Namib sivatagi gekkó, és az oldaltekervényes vipare tartozik bele. És elképesztően izgalmas, ahogy mi egyébként namibiai vezetőnket úgy hívták, hogy Chantal, és akkor ő levette ott a cipőjét, és azt mondta, hogy üdv az én irodámban, és itt szeretek lenni a világon a legjobban, és ugye homokdűne hátán a
laikus számára minden dűne ugyanolyan, ő pedig egyszer csak azt mondja, hogy op, itt álljunk csak meg, és akkor kimegy egy ilyen bottal, és akkor így valamit így kotorászik, meg leszúr a bottal, meg minden, és akkor mondja, na most gyertek, de csak azon az ösvényen, ahol én is jöttem be zitláb, máshova ne lépjetek, mert tele van itt minden egyébként élő lényekkel, nem is gondolnátok, de majd mindjárt megmutatom. És akkor tényleg például az oldal tekervényes viperának, így tényleg egy homokszemre emlékeztető szeme áll fölfelé, és a Sentel ezt észreveszi, és mutatja, hogy na, ez egy oldaltekervényes vipera, nézzétek csak, és akkor megpiszkálja így a homokot, és akkor elkezd mozogni. És ugyanígy megy körbe, hogy hol van a kaméleonom, hol van a kaméleonom, és az ezer kő közül így azt mondja, hogy ott van. És tényleg ott van, amúgy ugye kaméleon az ugye fölveszi a környezetének a színvilágát, úgyhogy nehéz kiszúrni, elképesztően izgalmas volt. Hát ugye ezek a homokdűnék, ezek nem egyformák, ez csak a mondjuk a kezdő utazó gondolja ezt így, mert nagyon sokkal bonyolultabb dologról van szó, és a nem is írtak be egy ilyen vörös dűnék is vannak, ugye? Hogy igen. Mit jelent ez? Vannak narancssárgás, sárgás dűnék, és vannak vörös dűnék. És különlegesség még, hogy a világ legmagasabb, legnagyobb dűné is itt található, Namíbiában, úgy hívják, hogy Dűn Seven, a hetes dűne, ami 383 méter magas, meg is lehet úgymond mászni. Egy elég fáradtságos mutatvány egyébként bűnére mászni, van is egy speciális technikája, hogy meg is szokták mutatni a guide-ok, hogy lépegessél, hogy ne fáradjál. A visszacsúszás miatt van ez így? Meg eleve, mivel bele süppetsz a homokba, ahogy így mész fölfelé, az egyébként eléggé, hogy mondjam, meredek dűne oldalán. Ez egy fáradtságos dolog, hogy mindig lesüppetsz, és utána megint erőt kell venned, hogy a következő és a következő lépéshez legyen elég tartalékod, és hát ami szerintem a világon mindenhol, de itt is elképesztő vonzó, turisztikai vonzorány a dűnéknek, az a naplemente. Tehát, hogy itt is megvannak azok a naplemente túrák, akár vörös, vagy akár sárga dűnés területen vagy, hogy kivisznek egy terepjáróval, lemenő nap fényében, ott megszerítenek a dél-afrikai borok, zöldségek, vagy gyümölcsök, akkor általában például mi guide-unk is egy ilyen naplemente nézős terepjáró túrán, egy Nama törzsbeli úgynevezett csettintős kuiszán nyelvet beszélő helyi volt, aki minden aranysakát láttunk, lapátfülű rókát láttunk, messziről több száz méterről kiszúrja, hogy milyen madár van ott, milyen állat van ott, hogy annak a növénynek a terménye, mire jó a népi gyógyászatban, mire használták, milyen mítosz, legenda kapcsolódik hozzá. Tényleg egy nagyon-nagyon nagy élmény ezekkel részt venni, és amikor mondjuk a nap nem elő nap elmente fényébe, a nyársas antilop, az úgynevezett oryxnak így a sziluettje kirajzolódik, ami egyébként Namíbia nemzeti jelkép állata, a szívóság, a kitartás és a gyönyörűségnek is a szimbóluma, abból kifolyólag, hogy egy ugye, sivatagos területen vagyunk, rendkívül jól bírja a szárazságot. A nyársas antilop, az oryx több mint egy hétig kibírja például vízivás nélkül, tehát amikor egy ilyen lemenő nap fényére megjelenik egy ilyen oryx, és akkor abban lehet gyönyörködni, közben egy kis bort iszogatva, az egy nagyon különleges élmény. Ez a namíbiai állatpopuláció, ez hogy viszonyul ahhoz, hogyha embert lát? Az Etosha Nemzeti Parkban elég közönösek voltak az állatok, igen, azt meg kell, hogy mondjam, tehát amikor mondjuk az itatókat megközelítettük, persze úgy, hogy viszonylag kevés zaja, illetve ami még feltűnt, kifejezetten talán, ahogy így visszagondolok, az elefántoknál éreztük azt, hogy azért hozzá-hozzá vannak szokva az embereknek a látványához, mert ugye ők nagy területen össze-vissza cirkálnak, és ugye a helyi terepjáró vezető, vadőr azt figyeli, hogy, és azt próbálja kiszámítani, hogy ha abba az irányba halad tovább az elefántcsorda, akkor hol fogja a következő olyan utat keresztezni, ahol mi meg tudjuk várni, eléjük kerülünk, és megvárjuk őket az út közepén, hogy teljes premier plánból nézhessük ezeket a gyönyörű állatokat, és ott például mindig feltűnt az, hogy tényleg ilyen teljes közönnyel az óriási elefántok 2-3 méterre, tehát nagyon közel haladnak át előttünk 20-as, 30-as csordákba. Tehát olyan szintű elefánt populáció van az Etosha Nemzeti Parkban, és akkor, amikor vannak velük kicsinyek, na azokat nagyon érdekeljük, azok úgy felénk fordulnak, fölemelik a kis ormányukat, a fülüket kitárják, úgy kacérkodnak velünk, aztán persze oda... Szóval érdeklődő. Igen, de az idősebbeken már látszik, hogy róluk leperek, tehát tudják, hogy kifélik, mifélik vagyunk, és mennek tovább. Hát a nemzeti parkok után nézzünk meg egy várost. Swakopmund.
Miről nevezetes? Hát először is el kell mondani a namíbiai városokról, hogy tényleg aki már máshol járt Afrikában, akár nyugaton, akár keleten, az nem fogja elhinni, hogy milyen iszonyatosan takarós, tiszta, rendezett városok, ugye a német egykori gyarmati múlt azért itt visszaköszön, tehát Szvakopmund is egy rendkívül jól szervezett, tágas utcák, merőleges, párhuzamos városrendezés, gyönyörű fás, sétány, európai színvonalú tisztaság, európai színvonalú kávézók, pékségek és a visszatérő almáspite, illetve almássütemény, amit lehet, hogy az egykori gyarmatosítók receptje alapján sütnek, de nagyon finom, és egyébként tejszínhabban fogyasztják érdekes módon, és mindenhol lehet kapni, minden ilyen pékségben. És Szvakopmund arról is híres, hogy ugye Namíbia egy óriási kiterjedési ország, és nagyon sok fajta, és egymástól elkülönülő etnikum lakja. Ilyenek például a himbák, vagy például a hererók, amik hagyományos öltözetben a szvakopmundi kézműves ipari piacon, népművészeti piacon ott szoktak például ülni, és árulnak. És ez egy különlegesség, mert hogy nagyon nehéz akár Hobabisz felé a hereró landre, hereró földre, vagy akár észak felé a himba földre eljutni. Viszont ez a kisváros, ez a turisztikai központ, ez bevonza, és ott ezeket a himbák, azok szinte ilyen ágyékötőben félmeztelenül ott vannak a hölgyek, gyönyörű szép ilyen rozsdabarnára festett bőrrel, illetve hajjal, a hererók pedig arról nevezetesek, hogy ilyen nagy, hosszú szoknyába járnak, és mivel az ő legfontosabb tulajdonjuk, illetve értékük a szarvasmarha, ezért a hölgy a fejük tetején egy ilyen szarvasmarha szarvra emlékeztető fejdíszt hordanak. Például velük lehet találkozni Szvakopmundba. Vagy például én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy menjenek el a Szvakopmundi Múzeumba. Én Afrikában még kevesebb ilyen jól dokumentált és a tárgyi kultúrát, a hagyományos öltözetet etnikumról etnikumra taglaló múzeumban jártam, illetve bemutatja az egykori telepeseknek az életét, különböző patikus, szabóvarró, egykori tárgyi kultúra, tehát minden a helyén van, a legutolsó nem tudom, kávés csészétől kezdve a tálaló asztalig, szóval egy ilyen gyarmati múltról, illetve a etnikumoknak a sokszínűségéről is ott egy képet kaphat az utazó. Természetesen végig az Atlanti óceán közvetlen közelébe vagyunk, itt az óceán hullámos, hideg, nem fürödhető, picit északabbra 120 km-es Szvakopmundtól Cape Crossnál létezik, illetve tekinthető meg az egyik legnagyobb fókakolónia, oda szoktak még elmenni, de itt Szvakopmundnál, ami úgy mindennapi látvány, azok a flamingók, rózsás flamingóknak a látványa, a sirályoknak a hangja látványa, a kormoránok, különböző madarak, és mindezt pedig tényleg egy ilyen szinte európai tisztaságú környezetbe. Hát maradjunk még a városoknál, azon belül is térjünk át a fővárosra, ugye Windhoek, jól mondom? Igen. Német eredetű, ugye? Igen. Ez is, ugye már a Wind szó az német. Milyen látnivalókat érdemes vagy lehet megtekinteni a fővárosban? Windhoekban viszonylag kevesebb időt töltöttünk, 1650 méter magasságban fekszik, és Namíbia fővárosaként és Afrika egyik legtakarosabb, legtisztább városaként van számon tartva. Természetesen Namíbián belül a diplomácia, a politika, a gazdaság, a kereskedelemnek a központja. Gasztronómiailag nagyon sok jó hely, étterem, bár található, egy kulturális pezsgő esti, éjszakai élete van. Általában az úgynevezett Joe sörházában, Joe's Beer's House, így hívják ezt az ikonikus helyet, amit a turisták nagyon szeretnek. Én javaslom mindenkinek, aki arra jár, hogy menjen el. Ott egy helyben főzött jó kis sör mellett mindenféle fogást megkóstolhat. De aki jobban szeret a helyiekkel úgymond vegyülni, vagy egy igazi bepillantást szeretne nyerni Windhoekba, az például a Katutura negyedbe is elmehet, ahol kipróbálhatja, hogy például a helyiek faszénen a frissen sült húst hogy fogyasztják, és például a Namíbia különböző
hát mint agglomeráció, ugye Windhoek, a főváros ugye nagyon vonza a vidéki lakosokat, ott egy ilyen etnikai olvasztó tégelyként Kathodúra negyedben mindenfajta etnikum megfordul. Hogy viszonyulnak a külföldiekhez? Tehát ugye ők városlakók, ugye a fővárosban, gondolom megszokták. Természetesen. Tehát ez turisztikai múltra visszatekintő ország, rengeteg a turista és rengeteg a fehér. Tehát érdekes, hogy itt úgymond fehér európai látogatóként abszolút nem tűz ki a tömegből. Tehát a helyi namíbiai búr felmenőkkel rendelkező helyi, idézem mondom, lakosok, a Chantal, akit említettem például az élősivatag túrán, fehér bőrű, fehér a bőrszíne. Ha nem tudnád, hogy namíbiai, azt mondanád európai. A mi namíbiai kijelölt helyi guide-unk egy fehér bőrszínű namíbiai ember volt. Tehát ez nagyon érdekes, és nagyon fontos elmondani, hogy nem fogod azt érezni, mint mondjuk Dakarba vagy Nairobiba, hogy egy fekete masszába vagy, és úgy kevés viszonylag az európai ember, hanem itt jössz-mész, teljesen normális, hogy multikulturalizmus van, hogy tolerancia van, és hogy mindenki jön, megy és teszi a dolgát, és ehhez a, hogy mondjam, ehhez a európaisághoz, vagy tisztasághoz is hozzátartozik, hogy szinte ugyanolyan bevásárló központjaik vannak, mint nekünk, liftekkel, ugyanolyan minőségű, sőt, kozmetikumból, illetve helyi alapanyagokra épülő ilyen mindenféle kenceficékből, ilyen olaj, olyan nem tudom én micsoda, elképesztően jó kozmetikumokat készítenek, illetve ami mindig szembe jön az emberrel, és talán itt ugye nincs meg, az az úgynevezett szárított húsbolt. Ezeknek a vathúsoknak a mindenfajta szárított formája, hogy már a korábbi adásban beszéltünk róla, hogy a kudu anyás, a santilop, az az oryx, a mindenféle antilop fajtát, nagyon szeretik ilyen szárított füstölt, hosszú ideig eltartható formában fogyasztani, és biltongnak hívják egyébként, most beugrott ez a szó, biltong, és például szuvenírnek érdemes biltongot hazahozni, és egy vasárnapi családi ebédnél ott előételként lerakni az asztal közepére, hogy akkor most meg lehet anyás a santilop húst kóstolni. Hát Namíbiához általában a sivatag kötődik, illetve a sivatagoz Namíbia, szabad így mondani. Mégis van egy úgynevezett Szeszrin kanyon. Hogy jön ez össze? Hogy lehet egy ilyen sivatagi környezetben egy ilyen kanyon? Hogy alakulhatott ez ki? És mit lehet ott látni? Ez egy kilométer hosszú, és 30 méter mélyen található, tehát nem túl hosszú és nem túl mély kanyon, ami egy folyómedernek a folyását követi, és az év nagy részében ki van száradva, és van egy része az évnek esős évszakban, amikor van benne víz, akkor nem látogatható, legjobb információm szerint. És mi például a száraz évszakban, amikor mentünk, tökéletesen száraz volt, és tökéletesen látogatható, végig lehetett menni, és ott mindenféle ilyen, azon kívül egy nagyon kellemes trekking, ilyen kőzetformációkat, sziklaformációkat lehetett látni, fotózni. Hát ugye a nemzeti parkok közül még kettőt nem említettünk, ugye ez a Sossusz Vlej, ha jól mondom. Mivel híresült el ez a tájegység? Ez a Naukluft Namib Nemzeti Park területén található, és itt Sossusz Vlejt és Dead Vlejt egymás mellé raknám, ez a kettő nincs is egymástól messze, és általában a kettő, sőt a három a Szeszriemmel együtt egy nap alatt meglátogatható, ez a három általában egy programban van fogva. A Sossusz Vlejtnek az érdekessége, hogy ott vannak a legszebb, legnagyobb dűnék, ahogy ez a hetes dűne is, amiről ott található. Már, igen. A Dead Fly-nek meg az az érdekessége, hogy az is egy ilyen egy valaha buja vizenyős terület volt, ahol a folyó folyás iránya hirtelen megváltozott, és 900 évvel ezelőtt lényegében kiszáradt fák és kiszáradt növényzet maradt ott, tehát képzeljünk el egy olyan holdbéli apokaliptikus tájat, ahol egy ilyen homokdűnés környezetben van egy ilyen kietlen medence, ahol ilyen lényegében ilyen száraz ágakra, meg gajakra, meg kiszáradt fa törzsre emlékeztető mindenféle ilyen a földből kinyúló növények maradtak meg, 900 éve halottak,
de mégis valahogy olyan élőnek tűnik az mintha egész. Élő, és azért nagyon különleges hely, tehát hangulatában és látványvilágában is azért nagyon felkapott. Tehát Cesriem, Sossusvlei és Deadfly, ez a hármas, az általában egy nap alatt egy programban teljesíthető. Ildikó, ez lesz a végszó, hogy a 20 perces rövid műsorunk az véget ért. Az elmúlt 20 percben Szilas Ildikó, Afrika szakértő, az Utaz Afrikába utazási iroda ügyvezetője volt a vendégem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőknek, köszönöm szépen a figyelmet. Munkatársaim nevében is tisztelettel megköszönjük a rendszeres műsorunknak a rendszeres nézését, és műsorunkat ismételten megnézhetik a VIX TV YouTube csatornáján. Tisztelt nézőinknek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog évet kívánunk, viszontlátásra!